Egyelőre nem kereste a rendőrség azokat a kajászói gazdákat, akik múlt vasárnap önkényesen felszántottak egy földdarabot, amelyet szerintük törvénytelenül nyert meg az állami pályázaton egy kápolnásnyéki vállalkozó. A férfi birtokvédelmi eljárást kezdeményezett, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet pedig feljelentette a földfoglalókat, akik maguk is birtokvédelmi eljárást kértek, méghozzá előbb, mint a kápolnásnyéki bérlő. A bérlő két birtoktestet nyert a pályázaton, a kajászóiak szerint törvénytelenül, mert a terület aranykorona értéke nagyobb, mint amennyit a földtörvény enged. A kajászói gazdák, akik falujuk környékén egyetlen négyzetméter földet sem nyertek el a pályázatokon, az új földtörvény tervezettel is elégedetlenek, ezért a Fejér Szövetséggel együtt országos szolidaritási nagygyűlést hívtak össze december 1-ére.